Haraszti Miklós a vendégünk, a demokratikus ellenzék, az egykori demokratikus ellenzék jeles tagja, író egy időben, mint az EBSZ sajtószabadság felelőse, beszéltünk vele jó sokszor a Klubrádióban, hiszen Magyarországnál sem volt minden rendben, vagy van minden rendben a sajtószabadságnál, de mielőtt ilyen napi politikai dolgokra rátérnénk, hogy nagyon sokszor az ilyen típusú beszélgetéseknél, hogy mi van Magyarországon, és mit lehetne csinálni, mindig oda jutunk, hogy kérem, mi félünk. Nem csinálunk leginkább semmit, és miért nem csinálunk semmit? Hát mert félünk, mert az egzisztenciánkat kéne kockáztatni. Annál sokkal többet szerintem azért mostanában még egyelőre nem kell talán. Nyilván ez olyan nagyon kevés. És nyilván aki a 90-es évek előtti diktatúrában edződött, annak van valami elgondolása arról, hogy mennyire érdemes bátornak lenni, vagy kell-e bátornak lenni, vagy mit jelent a bátorság. Éppen nem tetszik nekünk az a kevésbé demokratikus politikai rendszer, amelyünkben élni adatot. Úgy belevágjak rögtön a válaszba. Annyiban nagyon hasonlít a régi rendszerre, hogy ez is a megtervezett kilátástalanságnak a rendszere. Tehát úgy van megcsinálva, hogyha egyébként félősre van szocializálva az ember, az emberek, az állampolgár, tehát nem állampolgár, hanem az egzisztenciáját figyelő kisember, akkor legyen félnivalója attól, hogy önmaga legyen, vagy kollektíve önmaga legyen. Másban nem igen hasonlít, természetesen ez egy igazi virtigli. Az összes világszerte meglevő testvérhez hasonlítható illiberális demokrácia. Annyiban még demokrácia, hogy még összeszámolják a szavazatokat. Összeszámolták azt a hazafias népfront idején is, csak nem indult más. Nem igaz, a hazafias népfront idején már nem számolták össze, megadott százalékot hoztak ki. És ugyanezt történik Kazakhstánban. Nem indulhatott más. Ugyanezt, tehát most ugye vezettem néhány évvel ezelőtt Kazaksztánban választási delegációt, és a kazak sofőröm azt mondta, hogy maguk abból olyan országból jönnek, ahol még összeszámolják a szavazatokat. Mondta. Jó, mondjuk most feltámadna valahonnan egy nagyon potens ellenzéki párt, és a népek arra akarnának szavazni, mai tudásunk szerint ezt nem tudná senki se úgy direkt mód megakadályozni, nyilván az állami sajtóban neki esnének ez az, de mondjuk nem állnák, nem zárnák be a szavazófülkét, hogyha hát, az ellenzéki körzetekbe talán. Az összetett jelző szerkezetnek a második részét tárgyaljuk most, a demokráciát, az illiberálist még nem tárgyaltuk meg, és abban az a potencia van, hogy föl fog merülni, hogy eljussanak egy kazak stádiumba, ahol már nem is érdemes megszámolni, amennyiben tényleg így történne, hogy a hatalmat békés úton át kell adni egy ellenzéknek. De hogy arra gondol, hogy esetleg valamelyik következő választásnál a Fidesz azt mondja, hogy 97,8%-kal nyertünk, és ne vacakoljunk itt a részletekkel, hogy megszámoljuk a szavazatot? Hát tehát ezt el tudja képzelni, hogy idáig fajul a dolog? Az illiberális demokrácia lényege mióta ezt Farid Zakaria 97-ben a hírneves tanulmányában leírta ezt a posztmodern áldemokrácia típust, hogy egyetlen egy elemét a többségképző választás megtartják, egy nagy népszerűség alapján először tartanak vagy egy referendumot, mint Putyin országában, vagy egy kétharmados eredményt hozó választást, és arra alapozva minden más hatalmi ágat besöpörnek a végrehajtó hatalom, tehát a kormány alá, a kormány pedig besöprik egy ember alá, és hadd mondjam el rögtön, hogy mi várható akkor, hogyha 2018-ban vagy egy előrehozott választás után megint kétharmados hatalom keletkezik a Fidesz oldalán. Szükségképpen ezek a rendszerek elnöki köztársasággá fejlődnek, elkerülhetetlenül, tekintettel arra, hogy különösen Európán belül zsenás állandóan újra úgy alakítani a választási rendszert, hogy mindig kijöjjön a kétharmad. Tehát minden más hatalmi ágat, független pozíciót, kinevezett pozíciót egyrészt örök életűvé változtatnak, hát másrészt nagy rész megvan. Besöprik minden olyan hatalmi ágat, amely az alkotmányos és szabad elvű, ebben az értelemben liberális demokráciának
alapelve szerint megosztja a hatalmat, úgynevezett fékeknek és ellensúlyoknak teszi ki, hogy nehogy már abszolút legyen. Na jó, de mondjuk se Kazaksztán, se Oroszország nem része az Európai Uniónak, és az emberben él még valami ideális kép arról, hogy az Európai Unióban mégsem lehet, akkor már csak illiberális marad, és nem is demokrácia. Így van. Egy diktatúrát csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog, és szinte biztató, hogy a Fidesznek sem érdeke teljesen elhagyni az Európai Uniót, ugyanis ez is egy tehén, amelyet meg lehet fejni. Ő neki az az érdeke, hogy a nacionalizmusok Európájává váljon, miközben megmarad a, hogy mondjam, a fejöde, megmarad a... Hát kevésbé marad meg, mert hogyha lejár ez a finanszírozási szakasz, akkor azért már nem fogja jól tejelni ez a fejöde. Így van, és hát hallottam egy nagyon értelmes elemzést, amelyik a Krékó Pétertől, aki elmondta, hogy 20 után, amikor ez a finanszírozás ciklus kevesebb pénzt eredményez egy-egy országnak, egyszerűen azért, mert a kohézió megtörtént, fölmentünk azokra a mutatókra, amelyek alatt pénzt kell kapnunk az unión belül. Bizony ezt célozták meg, ezt áraszták már be a visegrádi négyek illiberális változásai, akkor természetesen egy olyan függetlenkedést próbálnak majd megteremteni. A másik oldalán az Európai Uniónak például Anglia segítségével, amelynek szintén érdeke az, hogy különálló maradjon, más, teljesen másokból, nem illiberálisokból, hanem világgazdasági okokból. Ennek következtében egy olyan Európai Uniót céloztak meg, amely hivatalosan is széjjelebb tart, és főleg kizárja az egyre szorosabb unió eredetileg kitűzött célját. Amit mond, hogyha egyet most visszalépünk, azt jelenti, hogy 2018-ban mondjuk a normális időben lesznek a választások, a 1990 óta megszokott demokratikus módon nem lehet megszabadulni a Fidesztől? Így van. Azt gondolom, hát erre hogy, semmi esély nincs. Azt gondolom, hogy egy harmadik jellegzetessége az illiberális demokráciának mindenütt, hogy erőszakkal terhes. Mégpedig nem is feltétlenül, amit ugye beszokott söpörni maga alá a hatalom a maga indokai közé, nem is feltétlenül a hatalom oldaláról. Az illiberális demokráciáknak az eurázsiai térségben mindenütt úgynevezett színes forradalmak tudtak csak véget vetni, amikor valamilyen totális szerencse folytán a civil társadalom össze tudta kapni magát, szigorúan a civil társadalom, szinte sohasem a pártok, azok már, hogy mondjam, be vannak téve a parlamenti pofozóbábú és bólingatóbábú szerepébe, sőt, maguknak hoznak létre pártokat, ezek az illiberális demokráciák, hogy megtartsák a több pártrendszerű választás látszatát és a, ezzel kapcsolatban a demokrácia látszatát. És ez az erőszak bizony, természetesen nagyon veszélyes a társadalomra. Ez a rendszer hibája, de soha sehol nem tudta másképp levetni magáról ezt a típusú jármot a posztkommunista illiberális demokrácia az egész eurázsiai térségben, mint hogy az valahogy előre kapott civil társadalom kimegy a főtérre, akár a csikorgó hidegben, mint a legelső ilyen színes forradalomnál Szerbiába 2000-ben, és utána ugye Grúziában, és aztán Ukrajnában többször is, és azt mondja, hogy hell no, we won't go. Addig nem megyünk el innen, ameddig ezt a hazug választási rendszert, ezt a hazug... Tehát ezeket a parlamenti és parlamenten kívüli módszereknek egy sajátos kombinációja szokta tudni levetni, de megint csak rossz hír, Putyin óta teljes tudatossággal erre készülnek ezek a rendszerek. Tehát a média és a civil társadalom elleni elkeseredett támadások azért folynak, mert egyedül onnan jön a megváltás. Egyedül onnan, hogy becsepegnek a korrupciós hírek, ezeknek a rendszereknek nem a totális médiadiktatúra a célja, mint a valaha a kommunizmusnak volt, hanem csak az, hogy a képernyők, amit este néznek az emberek, korrupciós hír ne kerüljön. Nekik ez a fő céljuk. És hát azért kerül, hát azért nem tökéletesen zár a rendszer. Magyarországon egy kiváló hír például az ATV-n kívül, amelyik egy szabad csatorna, de korlátozott, az, hogy a legnézettebb csatorna az RTL Klub fantasztikus civil bátorsággal
akkor, amikor a Fidesz még a hatalma csúcsán volt, elhatározta, hogy ezeket a valódi híreket beteszi az esti híreibe. Hát az elég óvatosan teszik már megint be, nem becsülöm le a jelentőségét a kollégáim munkásságának. Én ezzel nem értek egyet, az RTL Klub nálam Magyarország hőse. Még mindig. Ameddig fölmész a weblapra, bocsánat, hogy dicsérem a nem konkurencia nektek. Ameddig fölmész a weblapra, és picit legörgeted, és külön címszó a politika, addig ezek a hírek, minden ilyen egyébként nagyon bulváros hírfolyamban 3-4 hírecske, ezek mind a bizonyos körök családi gyarapodásáról és más köröknek a családi szegényedéséről szólnak, és ez a valóság, és amíg ez van, az történik, mint a menekült válság előtt volt, hogy a Fidesz népszerűsége zuhanni kezdett elég nagy részt ilyen híradások következtében. Nyilván lényeges, hogy mi van az állami médiában itt vagy ott, de hát föltalálták az internetet is. Tehát önben, aki csak egy icipicit is érdeklődik, hogy mi van még a hivatalos propagandán kívül, az egyelőre ez elég könnyen hozzá tud férni. De említettem a 90 előtti időket is, amikor nem volt internet, de Szabad Európa Rádió, meg Amerika Hangja, meg nem tudom, micsoda létezett. Hát elmondta a Kossuth Rádió a híreket, és akkor apukám bekapcsolta 41-42, 47 és 49 méteres rövid hullámon a pacsirta készüléket, és meghallgattuk, hogy ott mit mondanak. Szóval akkor se lehetett már elzárni az emberek a hírektől, most pedig tök esélytelen, nem? Hát itt is két különböző minőségű hír adódik az internetről. Azt kell mondanom, hogy az a fragmentáció, amit különösen az úgynevezett szociális média, a megosztó média jelent, tehát, hogy bezáródnak az emberek a saját tetszési köreikbe. Tehát csak azt olvasom el, ami nem idegesít, ezek pedig az én elfbarátaim. Hát nekem ezt tudományom, tanítom a médiademokráciát, a fragmentáció, ami az internetre jellemző, épp olyan veszélyes a demokráciára, mint a monopolizáció, ami a tévékre jellemző. A másik oldalon pedig, hát azt kell mondanom, hogy a példád, hogy a Szabad Európának milyen jelentősége volt, tehát a hírmonopólium megtörésének mekkora jelentősége volt, az egyúttal arra is példa, hogy azért világméretű, vagy globális, vagy mondjuk így a nemzetközi helyzetben történt változás nélkül a tehetetlensége viszi tovább ezeket a rendszereket, még akkor is, amikor megkapják az emberek a valódi híreket, vagy ha akik nagyon akarják, megkaphatják. Ezzel kapcsolatban is sajnos az igazság, hogy az interneten hírek után érdeklődők száma nem sokkal több, mint amennyi nem sokkal ezelőtt, 10 évvel ezelőtt még a napilapokban érdeklődött. Tehát az aktívan hírek után érdeklődők, természetesen a civil társadalomnak ők a kovásza, de ezeknek a száma viszonylag konstans, különösen egy ilyen depolitizáló rendszerben, amilyen egy illiberális demokrácia. Igen, de a lehetőség legalább megvan, az nagy dolog. Egyszer valaki mesélte, hogy elvágtak valami kábelt, nem biztos, hogy igaz a történet, amelyen valami nagy pornó oldal működött Magyarországon, és abban a pillanatban egy esti órában 80%-kal csökkent Magyarország internetes adatmennyisége. Rendben van. De ez az én előző állításom. Persze, abszolút, de hogy azért mégis, ha valakit egy icipicit is érdekel, akár azért, mert személyében érinti, vagy mert érdeklődik a közélet iránt, tulajdonképpen semmi akadály nincs, hogy információs. Az internet híres felszabadító hatása, a mozgósító erejében az összekapcsolódás, a teljes interkonnektivitás lehetőségében rejlik, de mint hírszolgáltató, mint a demokrácia céljait szolgáló újságírás médiuma bizony fragmentál. Ez tény, és nagyon nehéz az ocsut a búzától, hogy ilyen szépen fejezem ki magamat. De mégis amiről beszél, azt a kérdést veti föl, amiről próbáltam elindulni, hogy hát mennyire van szerepe, vagy marad szerepe a személyes bátorságnak, mert azért azt mondja, hogy ez így szinte eleve el van rendelve, hogy ez egy ilyen illiberális demokrácia nem tud változni, és nem lehet szavazással leváltani, akkor egyrészt minek. Másrészt mégis azt mondja, hogy hát hány olyan történetet tudunk, amikor a civil társadalom magához tért, és hát azt reméltük innen nézve Budapestre, hogy na majd ott messze, Kijevben, nem tudom én hol, Almatiban, majd most történik valami, vagy itt, vagy Ankarában, Isztambulban, mit tudom én hol. Hát ez nagyon fontos. Ugye most folyik a pedagógusok igenis bátorság szülte lázadása, hiszen
Személyt kíván. Személyt kíván, aki fölmer lépni, aki fölismeri, hogy kristályosodási pontra vár egy bizonyos közhangulat, és hogy már át lehet törni azt a bizonyos üvegplafont, üvegkerítést, ami nem látszik, de mindenki érzi magában. Ez történt most a pedagógusokkal, korábban ez történt egy másodperc alatt, akkor, amikor az internetet próbálták tipikusan illiberális céllal azzal, hogy nehogy már hozzájussanak olyan könnyen azokhoz a hírekhez. Na, mégis a komoly dolog lehet ez, mégis a komoly lehet a félnek tőle. Többet kelljen fizetni, persze, hát végül is az investigatív, a feltáró újságírás az internetről jön. Míg ha vannak szabad televíziók, ezeket a híreket használják föl. Ugye a rendszer célja az, hogy fragmentáltan élvezhessék ezeket a valódi híreket, de a képernyőkön estene. Na most én azt gondolom, hogy a bátorságnak már csak azért is óriási szerepe van, mert minél többet tudok a politikáról, annál inkább azt gondolom, hogy nagyon-nagyon személyi kérdés, vezetés kérdése. Orbán Viktornak ebben bizony igaza van, aki amikor nagyon röviden kell leírni a rendszerét, akkor egyszerűen azt mondja, hogy hát vezetést kínálok. És szeretik az emberek. Ennyi az egész. És az az igazság, úgy keletkezhetnek csak a szükséges új vezérek, hiszen a pártok néhány kicsi új kezdeményezéstől eltekintve a múltat képviselik. Tehát azt a múltat, amely elől az emberek az Orbánhoz menekültek. Tehát ennek következtében új vezérek kizárólag a civil társadalomnak olyan bátorságon alapuló és személyiségen alapuló lázadásaiból keletkezhetnek, ahol egyszerre csak fölismerik, hogy közös a céljuk, és egyszerre csak politikát csinálnak, anélkül, hogy a mostani oldalak bármelyikéhez csatlakoznak. Voltak ilyen, szóval hogy van igény a közösségben, hogy előkerüljenek ilyen figurák. Talán az előző választás előtt voltak, most már a neveket kellene mondanom, akkor nehézen a rendvédelmi szervek, nem tudom én milyeinek egy-két embere. Ilyen lehet most a fekete ruhás ápolónőként emlegetett Sándor Mária. Tehát úgy látszik, hogy az emberekben van igény, hogy legyen valaki, és mondja meg, és ezek lehetnek nagyon kitűnő emberek, és a maguk területén egyébként lehet, hogy fantasztikus dolog, amit csinálnak, de egyáltalán nem biztos, hogy ők olyan típusú politikai kvalitással rendelkeznek, ami egyébként egy választási győzelemhez kell, lehet, hogy nem is igénylik feltétlenül ezt a szerepet, nem ezt csinálják, ők valami más csináltak, nem? Igen, a szerkesztő úrnak egy fragmentációt tetszik leírni. Én ezt tudtam volna, hogy egy fragmentációt írok. Egy fragmentáció, és előbb-utóbb meg kell születnie annak a felismerésnek és azoknak a személyiségeknek, akik ezt fölismerik, hogy ez a bizonyos kristályosodási pont nem csak az ő szakmájukban létezik, hanem össztársadalmilag. És annak a politikának, amit ezek az emberek csinálni fognak, nem kell a mai oldalakhoz csatlakozniuk, nem kell ezt az átkot elfogadniuk, ugyanis erősek, és ezt a és például megfogalmazhatják azt a célt, nem azt, hogy liberális, vagy konzervatív, vagy szocialista, vagy bármilyen más, hanem olyan társadalmat, ahol a kormánynak kötelező tárgyalni. Például egy ilyen egyszerű dolgot. Ők olyan berendezkedést akarnak, ahol nélkülük külön-külön sem, meg együtt sem nem dönthetnek. Haraszti Miklós, a demokratikus ellenzék jeles személyisége a vendégünk. Bádár Tamás elmondja a híreket, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Klubrádió. Tények. Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. Fél tíz, jó napot kívánok, Bádár Tamás vagyok. Egymásba rohant két vonat reggel Bajorországban. A balesetben ketten meghaltak, és csaknem százan megsérültek, köztük tizen súlyosan. A Bajor Tartományi Közszolgálati Műsorszolgáltató Társaság és a helyi hírportálok jelentése szerint a személyszállító vonatok több kocsija is kisiklott. Azt még nem tudni, hogy miért ütköztek a szerelvények. A vonatokon többnyire munkába tartó ingázók utazhattak, gyerekek a farsangi iskolai szünet miatt valószínűleg nem voltak köztük. Itthon sztrájkbizottságot alakítottak a BKV szakszervezetnél, erről már értesítették a cég vezérigazgatóját, és mondta el az Origónak az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetője. Nemes Gábor azt ígérte, meglepő tartalmú munkabeszüntetés jöhet, de erről nem árult el részleteket. Közben érik a sztrájk a vasútnál is, itt a szakszervezetek egyik fenyegetése, a teherforgalom akár többnapos megbénítása lehet, mert az nem tartozik a törvény által garantált minimális szolgáltatások közé.
Az UEFA svájci főtitkárát támogatja a Visegrádi országok kibővítettén már 6 labdarúgó szövetsége a magyar vezetéssel együtt a FIFA elnök választásán. Gianni Infantino biztosan azok között lesz, akik a legtöbb szavazatot kapják az első körben, így ott lesz a második fordulóban is, arra szükség lesz. Indokolta Csányi Sándor MLS elnök, hogy a 6 tagországnak miért nincs másodlagos preferenciája. Arra az esetre, ha a FIFA elnök választáson az UEFA főtitkár nem jutna a második körbe. A FIFA vezetői posztjára összesen 5-en pályáznak. Az eddigi elnököt, a svájci Josep Blattert 8 évre eltiltották minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Hosszabb, rövidebb időre kisüthet mindenütt a nap, de már több felhőre számíthatunk északon és keleten, néhol lehet kisebb eső, zápor. Az esti óráktól nyugat felől mindenhol megvastagszik a felhőtakaró. A déli-délnyugati szél pedig több felé megerősödik már előzőleg, a Dunántúl nagy részén viharos lökések is várhatóak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Klubrádió. Tények, vélemények. Reggeli személy. Haraszti Miklós a vendégünk, és vele beszélgetünk arról, hogy illetve én kérdezgetem arról, hogy szerint ez egy olyan illiberális demokrácia, amitől nagyon nehéz megszabadulni, de hát azért 90 után, sőt, már 80-as évektől láttuk, hogy sok eszköz van a, nem tudom, hogy kell mondani, a nép kezében. Szóval azok, akik elégedetlenek az, valamilyen oknál fogva az éppen aktuális politikai hatalommal, a tiltakozás, a sztrájk, a szervezkedés, a nagygyűlés, szóval, hogy léteznek eszközök. A magyar illiberális demokrácia 2010 óta, azt kell mondanom, hogy azonnal, ahogy hatalomra került a Fidesz, még nem is alapított kormányt, meg volt a kétharmada, az első törvény, amit megváltoztatott, a sztrájk törvény volt. Azóta Magyarországon, ebben a közép-európai demokráciában nem tudott sztrájk lenni. Mert az emberek a szabályt betartva igyekeztek sztrájkot szervezni, nem a szabályok ellenében, és úgy nem lehet. Ezt azonnal a Fidesz az ő bölcsességében elrendezte, és ennek a gyümölcseit máig élvezik a sztrájkolni kívánók a mai napi hírekben is. Bocsánat, csak hogy persze utólag mindig könnyebben okos az ember, de azért nem a semmiből esett le ez a sztrájktörvény. Voltak előtte hírek, hogy miként változik, és ki lehetett kombinálni, hogy na, akkor a sztrájknak viszontlátás. És azok a szakszereti vezetők, akiket mi is kérdezgettünk ebben a műsorban, és nyilván mások máshol is, és mondtuk, hogy ebből nem lesz-e baj, hát finoman szóval nagyon kitérő válaszokat adtak. Tehát értem, hogy olyan egy győztes választás után nehéz rögtön neki menni a győztes párnak, de lehetett volna azt mondani, na akkor most addig sztrájkolunk, amíg le nem veszitek ezt. Nem lehetett, hogy hát a nép többsége akkor Fidesz mellett volt, és a sztrájkolóknak nem az utcakül a fegyver, hanem a nép szimpátiája az ő fegyverük. Na, de azt akarom mondani, hogy csúnya idegen szóval szubszumációnak, magyarul kikristályosodásnak, összegeződésnek lehetne nevezni, azt, amit a történelmi értelemben percekre vagyunk, lehet, hogy évekre a valóságos időben, de az, ami most folyik, tehát a pedagógusok, az egészségügyiek, a Sándor Mária és az orvosok is. Igen. Az, hogy az oktatásban oktatók, szülők, pedagógusok együtt vannak. És most már természetesnek tekintik. Az, hogy a legnagyobb szakszervezet mai hír nem hajlandó részt venni a nagy délrel durral összehívott egyeztetőbe, ahol ugye lecsepegnének engedmények, és nem hajlandó részt venni, hanem megpróbálja minden szabály ellenére a sztrájkot szervezni, és így tovább. Ez az összegeződés a politikai pártok részvétele nélkül, de nem feltétlenül ellenükbe, ők csinálják a maguk dolgát a parlamenti Fidesz diktálta ügyrend túszaként, ugye ott bent a parlamentben tusakodnak önmagukkal, és próbálnak hihetetlenül innovatív előterjesztéseket tenni a Fidesz által megszabott témákban. Ezzel szemben kint az utcán ez az összegeződés egy pillanat alatt összeránthat egy fantasztikusan zseniális központi bizottságot, hogy így mondjam. Semmi más nem kell csinálni, mint azokat a személyiségeket összehívniuk, akik ezeket az egy témájú civil mozgalmakat meg voltak képesek szervezni. Akik a maguk szakmájában a kikristályosodást el tudták érni, tehát bizonyított,
tudományos értelemben mondom, nem politikai értelemben, politikai tehetséget bizonyítottak. És ezeknek az összegeződése szokta megteremteni azt a szimpátia tömeget, amely egy komoly és rendszerszerű változáshoz szükséges, és aztán természetesen, mint a színes forradalmak példája mutatja, az utcának és a parlamentnek együtt kell működnie, tehát volna itt szerepük a parlamenti pártoknak is, de nem az, amit ma képzelnek maguknak, és hanem ennek a dolognak a figyelmes, tapintatos és a saját közvetett szerepüket megértő támogatás. Tehát akkor most az aurórát kell figyelni, hogy mikor dől el a lövés. Nem, ez nem egyetlen lövés, de hát most ebb pillanatban, ha elolvastam a mai híreket, amikor bejöttem van, ide. Vasutasok, tanárok, de mondok valamit, hogy millió lövés van. Próbálom óvatosan mondani, mert egyrészt az ember nagyon rokon szenvezik például azzal, amit most a pedagógusok tesznek, és nagyon remélem, hogy szombaton, amikor a tüntetésük lesz, sokkal lesznek, és a többi oktatásügybe. Na de itt csak az a kérdés, hogy rá lehet-e beszélni az oroszlánt, hogy ezentúl a répa fűszeléket egye, és ne a zsiráfot. Szóval mert nem azzal van a baj, hogy az egyik államtitkár ezt mondja az oktatás ügyben, a másik az, hogy most eddig fél négyig kellett ott tenni a gyereknek, most majd fél háromig legyen, hanem az egész rendszer úgy, ahogy van rossz, és ez a Fidesz lényegéből következik, hogy egy központosított, centralizált és olyan oktatást csinált, amiért csinált. A politikai darvinisták ugyanezt szokták mondani az ellenzéki pártokról is, ugye, hogy hát bocsánat, hát az egyik tigrés, hát húsit teszik, hát a másik növényevő. A legtöbb párt, amelyik ott van most a parlamentben. Most kézből leszik, igen. Igen, az hát nem kézből leszik, hanem hogy mondjam, tordjáni alapvetésben dolgozik. Mi a tordjánizmus lényege, hogy nagyon nagyokat mondok, aztán becsusszanok a parlamentben a következő választáson, és aztán megint és megint. Hol van már tordjáni? Na, de hát ezt különböző stílusban lehet előadni, és ezt bemutatják. De a politikai darwinizmusnak van egy másik oldala, és igazad van, hogy minden fajta a saját szabályai szerint próbál táplálkozni, addig, ameddig van neki úgynevezett nis, addig, ameddig van neki táplálékmezője. Ha a civil társadalom önmagára vevő, és nem arra vár, hogy valakik az államból, és ilyen értelemben a parlamenti pártok és az állam részei megtámogassák, abban a pillanatban ők is tudják, hogy mi a helyes irány. És az ő lehetőségük az, hogy olyan kodifikációs és jogi megoldásokat kínáljanak, amelyeket ez a civil mozgalom, ha egyszer megteremtődik, el tud fogadni. Azért látszik, hogy honfitársaink egy jelentős részét különböző okokból egyáltalán nem zavarja, vagy nem is érdekli, vagy ha érdekli, akkor se zavarja az, ami történik. Tehát nem érdekli az, hogy az alkotmánybíróságból már gittegylet sincsen, hogy az ügyészség az úgy működik, ahogy szerintem az se különösebben zavarja, hogyha politikusok akarják megmondani, hogy a bírók ezentúl milyen döntéseket hozzanak. Az, hogy péntek délután beterjesztenek egy törvényjavaslatot, amit hétfőn úgyis elfogadnak, tulajdonképpen ez már engem se érdekel, mert hozzászoktunk, nem? Hát igen. Tehát, hogy nem zavar, nem azt mondják, hogy na elmentek ti a fenébe, igen, nem ezt akartuk 1990-ben. Hát igen, ez járatódott le, a demokrácia zaja járatódott le, a pártok marakodása, a pártok egymás közt és egymáson belüli marakodása, értelmiségieik és centrumaik marakodása, meg ezek a témák, a ságségek, az alkotmányosság, a törvényesség és a többi. De az egy témájú mozgalmaknak, amikor megszerveződnek, az a zsenialitásuk, hogy bemutatják a teljes szerveződési skálát egy bizonyított érdeken, egy természetes módon fennálló érdeken, amelyet nem is kell sággalséggel bizonyítani, és ezek az egytémájú mozgalmak, ha egyszer összekapcsolódnak, mert fölismerik ezt a politikai darwin, hogy ők akkor tudnak tovább élni, hogyha egy olyan rendszer teremtenek, ahol rájuk figyelni kell, és bocsánat, tehát egységben és sokaságban az erő, akkor ehhez igazodnak aztán a pártok is, és elkezdik az erre való jogi buzgolkodás és erre való termelést. Hát az az igazság, hogy fantasztikus, nem csak Sándor Mária, vagy például az iskolai tanárikkal, azok az iskolai tanárikkal, Miskolcén a Herman Otto, amely teljes egészében túllép,
túlléptek megtervezett gyávaságnak ezen a falán. Ez nem olyan, hogy ez egyszer csak így kiderül, hogy valaki bátor, ez a, mint a királymesztere. Na, és akkor mindenki látja, hogy a királymesztere, addig senki nem mehet szólni. Most valakik elkezdenek bátor lenni, látszik, hogy nem vitte el őket a rendőr, lehet, hogy majd éri őket kisebb-nagyobb kellemetlenség, de elég sokan lesznek, akkor nem is. Lehet, hogy azért ez ad bátorítást másoknak is. Hát ez csak éppen mindaddig az lesz a sorsa, mint az eddigi nagyszerű civil mozgalmaknak az urbanizmus óta, hogy eltűnnek, mert egyedül vannak. Tehát szükségképpen, hogyha elég erős a vágy a saját érdekükben való változtatásért, akkor fel fogják ismerni az összefogás fontosságát más civil mozgalmakkal. Miközben a pártok szívni fogják a fogukat sajnos, hogy hát nem a velük való összefogás a fő célja ezeknek a mozgalmaknak. Ezt nekik nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy megértéssel el kell fogadniuk. A bevezetőben említődött ugye a régi demokratikus ellenzék. A Beszéli című folyóiratot szerkesztettük 80-as évek elejétől kezdve, és a bevezető cikkében a Beszélinek, amit Kis János írt, azt a megfogalmazást alkalmazta, hogy itt van egy hatalmas, az érdekeit kiszolgálva nem látó, de bátortalan és atomizált embertömeg, és ennek a feje fölött két törpe kisebbség veszekszik egymással, a hatalom és mi, a demokratikus ellenzék. Ezért a folyóirat célja semmi más nem volt, mint az, hogy fölmutassa ezeknek az egytémájú mozgalmaknak az erejét, hogy megmutassa nekik, hogy nincsenek egyedül, és ezzel segítse ezt a bizonyos összegeződést, amely egy 10 évig tartó munka volt, és természetesen a nemzetközi helyzetváltozása is. Jó tett a dolognak, hát, kétség kívül, de ezt, erre szokták mondani, hogy annak a hajósnak, aki nem tudja, melyik kikötőbe akar menni, semmi szél nem segít. Tehát csak azt akarom jelezni, hogy erre van példa, hogy az egytémájú civil, ugye milyen hatalmas, ugye, a 80-as évek közepén ismerődött fel, hogy a vízlépcső mozgalomnak, vagy más hasonló egytémájú mozgalomnak milyen demokratizáló ereje. Ha nem emlékszem már egész jól az egykori tudományos szocializmus tanulmányaimra, de ott a marxizmus klasszikusai mondtak valami olyasmit, hogy jön létre a forradalom, hogy a néptömegek először nem tudják, nem csinálják, aztán már tudják, felismerik és nem csinálják, később már fel is ismerik és csinálják is már, mint a változást és a forradalmat. Hát akkor... Hát ez szép mitológia volt, mert a valósága az volt, hogy kell hozzá egy acélosan megszervezett élcsapat. Hát ez már a leninizmus, sztálinizmus része a dolognak. Hát, de mondjuk most is beszéltünk mutatis mutandis, de hasonlóról, hogy azt mondtuk, vagy azt mondta, hogy kell egy vezető, kell vezetés, most nyilván nem pont úgy gondoljuk, mint Lenin gondolta ezt az állam és forradalomban. Döbbenetes különbség, minden abban a különbségben van, hogy nem csak a 89-es alapvetés miatt, nem csak amiatt, hogy ez a nép egyszer már a plurális demokráciát választotta, ahol igenis el van választva egymástól a hatalom és a kultúra, a hatalom és az egyház, a hatalom és a tanítás, a hatalom és a hatalom különböző grádicsai egymástól is el vannak választva, és egymást kell ellenőrizniük, hanem ezeknek az egytémájú mozgalmaknak nem is tud más célja lenni, mint egy plurális demokrácia. Hát nekik alapvetően szemben ugye ezzel a... Tehát abban semmi nem változik, hogy a személyiségek szerepe nagyon-nagyon fontos, a felismerések szerepe nagyon fontos, a kikristályosodott pillanat kikristályosítása nagyon fontos, de enélkül nem megy, ezt bátortalanítja minden erővel a hatalom, ugye erről szól a civil társadalom elleni támadás, erről szól a média állandó, rendíthetetlen központosítása, egy folytatott küzdelem, dacára annak, hogy van klubrádió, van ATV, van RTL. Ennek kopogjuk le alulról fölfelé háromszor. Ennek ellenére megállás nélkül folyik az újra központosítása, és elsősorban a képernyőknek. De ezeken át lehet hatolni. Szóval az előbb említetted, hogy Európában maradunk. Azért ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége van. Ott félbeszakítottam magam, azt mondtam, hogy... Bocsánat, akkor most én szakítom félbe egy pillanatra, hogy egy gyors reklám, és akkor mindjárt folytatjuk a beszélgetést Haraszti Miklóssal a reklám után. Haraszti Miklós továbbra is a vendégem. 2004-ben, amikor Magyarország bekerült az Európai Unióba, akkor egy okos barátom azt mondta, hogy na ez azért nagyon jó dolog, mert
úgy is fogalmazott, Magyarország önsorsrontó képessége most kevesebb lehetőséget kap, mert ugye azért most akármilyen dolgokat mégsem lehet megcsinálni. Most ez sokszor eszembe jut, hogy valóban igaz-e ez a tétel. Tényleg nagyon képes megmenteni saját magunktól-e minket, hát a európai közösség? Nem képes, amit sokan várnak, hogy majd üstökön ragadja Magyarország bátor és agresszív főnökét, és Móresre tanítja. Minden, amit az Európai Unió ebben a tekintetben eddig csinált, tehát az úgynevezett kötelesség szegési eljárások, azok nem csak arra szolgáltak kiváló alkalomnak, Orbánnak, hogy beforgassa a szabadságharcba, hanem arra is, hogy, ahogy mondjam, egy illúziót tápláljon. És ez az illúzió mostanában cseng le, különösen a visegrádi négyek illiberalizmus melletti és szolidaritás, megtagadás melletti összefogásával. Nevezetesen mostanában ismeri fel az Európai Unió, hogy nem úszhatja meg a kétsebességes Európát. Nem úszhatja meg azt, hogy feladja azt az illúziót, hogy ezeket vissza lehet terelni, hogy úgy mondjam, a demokratikus akkorba, hogy ezek, amíg vannak, ezek már be fognak rendezkedni arra, hogy fejjék a pénzeket, de ugyanakkor semmit ne csináljanak meg. Hát, hogy ebbe beletörődnek. És különösen, hogy és most már bizony életveszélyben van Európa ebből a sarokból is, mert mármint az európai úgynevezett projekt, nevezetesen a 21. században életfontosságú összefogása ennek az európai hatalomnak, sőt a transatlanti hatalomnak a felnövekvő veszélyek közepette. Életveszélyben van, mert ezek az emberek nem egyszerűen a nemzetek Európáját akarják, hanem vissza akarják vinni a nacionalizmusok Európája, és addig nem fognak nyugodni, ameddig valamilyen statutoriális, tehát okiratba foglalt szabadságot kapnak arra, hogy ne kelljen szolidarizálniuk, és vissza terelhessék Európát a 1914 előtti geopolitikai fázisba, amely mindenki harca mindenki ellen, mínusz a pénzek, amiket meg lehet kapni ugye Európától. De utána, keleti nyitás, tehát több tehenet keresünk, amelyet meg lehet fejni, és akkor valahogy ezt a tinglitanglit, ezt a csárdásozást, ezt a pávatáncot, ahogy helytelenül nevezik, végig ki lehet bírni, és beforgatni a szabadságharcba új és új ellenségképeket. Ugye az orbánizmusnak tavaly nagyon nagy éve volt, mert először nem absztrakt ellenségek, mint az IMF, meg az Európai Unió tudott felmutatni a népnek, hanem hús, vér, valószínűleg a hosszú úttól elcsigázott borostás, és nem is túl jószagú embereket, akiket ugye invázióként és megszállóként tud bemutatni. Na de az azért nagy munka volt, hogy meg lehessen ezeket így mutatni. Befektette ezt a munkát, befektette megmutatta, meg is kapta ezeknek az érzelmeknek. Na de ez se volt igazi ellenség. Most értem, hogy igazibb, mint az IMF, amit nem tudok olyan jó szívvel utálni. Jó, elismerem, meg ott lehetett mindenfélét mondani, meg látom, hogy egész honlap hálózatok szakosodtak arra, hogy elképesztő történeteket írjanak, és ezt a fragmentált meg ezeken nekem osztogatják a népek, de mégse volt, még egy ilyen környeset se csinál igaz. János, nem érdemes ezt a panaszkodást folytatni, ezt mindjárt tudjuk. Okay. Az igazság az, hogy nem ennyire xenofób a nép, nem a xenofób tartalom miatt cuppant rá az Orbán üzenetére, hanem mert vezetést kínált, mert azt a csodát szeretik, hogy volt egy ember, aki azt mondta, hogy meg fogom csinálni, hogy hiába van mindenütt, mint ugye a szolnoki csodarabbi, aki azt mondta, hogy Amott. Szombat van, itt nincsen szombat. Nincs. Ő azt mondta, hogy mindenütt menekült van ebbe az egész egyre lejjebb csúszó Európában, nálunk nem lesz, és megcsinálta. Na most tud ehhez képest, a csinálásnak ugye ezt a csodáját kívánták meg az emberek, ezt kéne az ellenzéknek, hogy mondjam, mellé tenni, és akkor volna valami. Vagy legalább ígérni, hiszen az ellenzék. Na, menjünk tovább, hogy még milyen előnye van azért Európának. Tehát az a munkahipotézis nem működik, hogy ezeket vissza lehet terelni. Ezzel szemben a kétsebességes Európa lényege, hogy az Európai Unió szabálya által megengedett saját klubot lehet csinálni. Hát ezt csinálja most a visegrádi négyek is. És ők oda tesznek egy olyan szabályrendet, amely magasabb rendű politikai kötelezettségeket, demokrácia védelmi kötelezettségeket ró rájuk, de mellé tesznek olyan előnyöket is, például munkapiaci vagy más előnyöket,
amelyekhez, ha nem csatlakozik, ha ehhez a klubhoz nem akar csatlakozni egy ország, akkor veszít, és ebben a pillanatban fogódzója van az elégedetlenségnek, és fogódzója van a politikai ellenzéknek, mert rá tud mutatni arra, hogy nem Európa büntető hadjárata az ellenségeink rossz akarata miatt rosszabb nekünk, hanem a saját vezetőink miatt rosszabb nekünk. Na most ez a kétsebességes Európa azért is elkerülhetetlen, mert szükségszerű, történelmi szükségszerűség, hogy Európa összefogjon, és ezek akadályozzák, és meg kell csinálniuk. Egyszerűen azért, mert olyan a 21. század, hogy meg kell csinálni. De ez azt mondja, hogy ezekről az országokról bizonyos szempontból lemondanak. Lemondanak, de nem azon nem az eddigi módon, mondanak, nem azon az eddigi módon, hogy megpróbálják őket büntető szankciókkal visszakényszeríteni az akkorba, hanem azt mondják, hogy oké, közvélemény, érlelődjél meg, lásd, hogy mit veszítesz, mi most akkor már nem törődünk veletek, egy bizonyos értelemben ez elengedés. Igen, de ugyanakkor, ez kicsibe olyan, mint 56 után, hogy beavatkoznak-e az amerikai. De nagyon gyorsan persze. Mondom, hogy azért a rendszerben benne rejlő erőszakosság lehetőségét azért erőteljesen lehatárolja az Európai Unió jelenléte. Még így is, hogy mi már a második fokozatban vagyunk. A teljesen elcsalt választás lehetőségét azért erősen behatárolja, tehát azért egy csomó erősséget ad Orbán saját taktikája is, hogy benne kell maradnunk a pénzek miatt az Európai Unióba. Ez a civil társadalomnak és az ellenzéknek is azért komoly lehetőségeket ad arra, hogy kísérletezzen anélkül bizonyos határokat veszélyeztetne. Na most az is egy kérdés persze, hogyan lehet megváltoztatni ezt a rendszert. Mi van, hogyha nem állnak össze ezek a külön témájú szervezetek és a pártok, és nem tudják elérni, hogy 2000, mondjuk a 2018-ban lesz a választás, akkor ott egy új többség jöjjön össze, hanem valahogy marad valahogy. Ami ott következik, az nagyon rossz. Talán éppen ez a felismerés, hogy mi következik 2018 után kellene legyen az energiaadó töltete annak, hogy lépni kéne azoknak, akik egy élhető demokráciát akarnak, egy plurálisabb demokráciát akarnak. Ugye az egyik, ami várható, nem fog lemondani az Orbán, vissza fog térni az elnöki rendszerhez. Vissza fog térni szükségképpen, mert belefárad abba, hogy mindig változtatgassa a választási szabályokat. Egy új alkotmánymódosítást fog kérni, ott két lehetőség nyílik, az egyik, hogy esetleg közvetetten a parlament csinálja meg ezt az új alkotmánymódosítást és az új elnöki hatalmat, vagy pedig még Putyin módra még referendum megerősítést is kér, tehát választás, megcsinálja hozzá majd a szabályokat. Most már a királyi vár, ott van a koronát elvitték. Így van, az ország két körzetből fog állni, az ország és felcsút, és a kettőnek, nem csak viccelek, a lényeg, hogy ő maga fogja megcsinálni a szabályokat, és ennek alapján abszolút felhatalmazást kap, pontosan ugyanúgy, mint a sztánok, tehát a posztszovjet köztársaságok, vagy maga Oroszország. Nevezetesen azt mondja, hogy kérlek, sírjatok, hogy kétharmadokkal kormányzunk. Minden kétharmados hatalmat beemelnek az elnökhöz. A parlament 51%-hoz hat attól kezdve. Akár még ellenzéki, kisebbségi miniszterelnökkel is elkormányzok én azzal, hogy a kétharmados hatalmak nálam vannak. Ezt a tervet nem fogja elengedni, csak a kétharmad veszélyeztetettsége és az 1914-es korrupciók miatti népszerűtlensége miatt adta föl ideiglenesen, vissza fog kérni hozzá. Ez egy olyan fontos dolog, ami az ellenzék felelősségét nagyon megnöveli. És mit tudna csinálni az ellenzék mégis, hogy kiszabaduljon egy kicsit ebből a parlamenti rabságból? Mit? Hát elsősorban azt a választási rendszert kellene megváltoztatnia, és teheti meg ennek a megváltoztatását, ameddig nincs kétharmada, parlament nevezetesen azzal a fenyegetéssel, hogy különben nem vesz részt a választáson, amely őket látszólag összefogásra, valójában veszekedésre kényszeríti. Ugye ennek a választási rendszernek a lényege, hogy mindenben meg kéne egyezniük, ez lehetetlen, nem csak azért, mert Jobbik van, meg LMP van, amelyik ezeket nem akarja, hanem hát a személyiségek, ugye a politikai darvinizmus. Igen, mindenki az oda, hogy majd én éljek túl. Na jó, de emlékszem, hogy a választások előtt, talán a Népszabadságban Révész Sándor barátunk vetette föl, hogy akkor bojkotálni kell a választásot, és nekem ez pár pillanatig szimpatikus ötlet is lehetett, de hát aztán mindenki elmagyarázta, nekem sok okos ember, hogy attól még, hogy nem mennek el, akkor még ne, hát nem, hát természetesen a bojkotthoz önmagában nagyobb összefogottság kell, mint amilyen egy közös programhoz. Hát abszolút. De amiről itt szó van, az
ahogy a Vörös Imre alkotmánybíró nagyon kiválóan megírta, amiről itt szó van, az egyetlen egy szűk téma, arányos választási rendszer. Az arányos választási rendszer lényege, hogy minden párt önmaga lehet, mégis összeadódik az erejük. Nem megszűnik ez az átok, hogy nekik össze kell fogniuk, személyiségeket kell választaniuk, amelyek mindje az egészet megszemélyesítik és vezetik. Lehetetlenség természetesen. Tehát csinálta így a Fidesz, hogy lehetetlenség. Mondok még valamit, a Jobbiknak és az LMP-nek is érdeke. Lehet, hogy ez most anatémát mondtam, de ezen a szűk területen, azon, hogy arányos választási rendszer legyen, és hogy a választási rendszer közös kétharmados megváltoztatása nélkül ezek a pártok nem hajlandók megadni a szabad választás látszatát a Fidesznek, de csak ezen a nagyon-nagyon-nagyon szűk közjogi témában, semmi másban, sem programban, sem semmiben nem kell legyen. Ez a lehetőség ott van. És ha ezt nem ragadják meg, 18 után ne tudja meg senki, milyen világ jön. Az, amit most látunk, ugye, ahogy most már, ugye például mai hír, hogy megszüntették az államadóság heti közlését. Ugye egyszerűen azért, mert az év végén, év elején játszanak ezzel az államadósággal, hogy ezt ne lehessen ellenőrizni. Ugye a Gyurcsány 1000 trükkje, amely annak idején volt, semmi ahhoz képest, amik most következnek. Bármit, ismétlem Nagy B-vel, bármit ezentúl meg tudnak csinálni, talán kivéve tényleg az erőszakot, és talán tényleg azt, hogy kifejezetten elcsalják a választást, például megakadályozzák azt, hogy a szavazó körzetekben ott legyenek az ellenzéki pártok, amikre továbbra is nagyon kiválóak az ellenzéki pártok, és ez egy nagyon fontos feladatuk. De én azt gondolom, hogy gondolkodniuk kéne az ellenzéki pártoknak azon, hogy akár a saját híveik ideológiai, hogy mondjam, felháborodása ellenére ebben az egy témában mindjárt összefogjanak. Köszönöm szépen Haraszti Miklósnak.